Új területre kalauzolja el Kópiás Gabriella művésztanár, zenefűvészet elnevezésű, botanikai témájú illusztrációkból rendezett kiállítása a látogatókat. A botanikai festészet a növények ábrázolásával, textúrájával, formájával és színeivel foglalkozik, élethű természetábrázolásról szól. Az alkotó képeit bemutató tárlatot a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum, Fekete Sas Patika Múzeumában tekinthetik meg az érdeklődők. A különleges kiállítást El Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója nyitotta meg. Nagyon régi képzőművészeti világba illeszkedik bele ez az úgynevezett botanikus festészet, amely sokáig elsősorban illusztrációs célokat szolgált, mondhatni, hogy tudományos célokat szolgált, hiszen a botanikusok által föltárt, tudományosan leírt növényeket kellett ábrázolni, nagyon részletgazdagon, és aztán ez olyan szintre fejlődött, hogy esztétikai értelemben önértékkel bír, nagyon szép alkotások jönnek létre. Kópiás Gabriella kérdésünkre válaszolva elárulta, hogy miután fuvola művészként és énekesként ki tudta fejezni azokat az érzéseket, amelyek benne vannak, most egy másik művészeti ágban is igyekszik megtalálni a leginkább rá jellemző kifejezési formát. A botanikai festészetről azt kell tudni, hogy angol nyelvterületen már nagyon elterjedt, hazánkban viszont még nem nagyon ismert, egyik első képviselője vagyok, és természetesen a növények ábrázolásával, textúrájával, formájával és színeivel foglalkozunk, élethű természetábrázolásokról szól ez a kiállítás. Kópiás Gabriella művei egyebek mellett a születést, a virágzást és az elmúlást hivatottak megmutatni a közönség számára. Azt gondolom, hogy nagyon komoly tudást nyerhetünk, hogyha közel kerülünk a virágok lényéhez. Egy kicsit ünnepélyesebbek is leszünk talán, egy kicsit alázatosabbak, ha megértjük, hogy az, amit mi heteken, hónapokon át festünk 2D-ben, az valójában 3D, és még él is. A művésznő továbbá elmondta, hogy az inspirált órák, amelyeket művészetébe fektet, rendkívül izgalmasak, Csajkovszki szavaival élve szinte elviselhetetlen a lobogás, amelyet az alkotás közben érez, és ezáltal inspirálódva születtek meg a kiállításon látható művek. A zenefűvészet címet viselő előadás minden érdeklődő számára ingyenesen látogatható a Szent István Király Múzeum Fekete Sas Patika Múzeumában.